Én elkövettem mindent, hogy így legyen, tehát hogy egyrészt ugye én állandóan folyamatosan pofáztam, nagyjából beszóltam a szakmámnak is. Borzasztó, miket hozol ki bennem? Szörnyű! Szörnyű lesz ez az egész, hogy már meg most alföldi, miket beszél. Hát mindenki résen van. Tehát, hogy mit mondok, az vajon mit jelenthet? Persze, ez nem egy világos, hát az egész életem arról szólt, hogy ugye a létezésemet igazoljam. Szervusztok, gyerekek! Ezt lehet hátrébb? Lehet, bármit, el is feküdhetsz, ha akarsz. Akkor elalszom. Igen? Álmos vagy? Nem, csak autóval én mindig azonnal alszom. Mozgásban alvós vagy. Na, igen. Meg nem tudok mozgásban aludni. Igen, de bármilyen jármű van. Akkor repülőn is. Sőt, taxiban is el tudok aludni, a város egyik végén. Tehát, hogyha mész, megyek valahova, ne... Jó, de az önvédelem. Ne kelljen beszélgetni, én szólok. Hogy maradjon csöndben? Igen, hogy ne hára, ugye nincs kedvem beszélgetni. Az nem baj, hogy elősük a fluortomit, szerinted? Üssük el? Igen. Ne. Nagyon nagy képen megy itt, ugye üssük el. Ez nagyon vicces. De azért ez itt, ahol te laksz, az egy, itt azért az egy négyzetméterre eső ismert emberek száma elég nagy. Szerintem talán a legnagyobb. Tehát, hogy itt ledobok egy bombát, akkor nagyon akkor sok. Akkor nagyon sok gyászjelentés lesz a Blikben. Sokan laknak itt, igen. Na, de... Pont öt éve voltam most. Képzeld el. Öt éve volt. Engem is meglepett. Én nem voltam még szemüveges, te pedig nem voltál ennyire ősz. De is én is szemüveges vagyok, csak itt van, hogyha olvasni kell bármit. Viszont nem csak ez történt. Hát öt év az öt év. Mi történt veled öt év alatt? Most az első dolog, ami mondjuk így beugrik, ha azt mondom, hogy öt év és 2022. Én nagyon rossz vagyok ezekben, tehát egyrésztről én nem nagyon szoktam se összegezni, se így visszanézni. Tehát most kicsit zavarba vagyok ettől a kérdéstől, hogy az elmúlt öt év mi az, ami eszembe jut, ami a legfontosabb, vagy ami nagyon meghatározta az elmúlt öt évet, és igazán nem tudok rá válaszolni, mert tényleg, tehát azt... Nem szoktad így szakaszolni az életedet? Nem, képzeld egyáltalán. Kádár korszak, Kossi korszak, de ugyanabban Orbán vagyok. Korszak. Igen, az nem változott. Tehát, igen, az nem változott. Jó, igaz. Meg, hogy annyira nem töröd, tehát annyira nem az, hogy törlöm, hanem valahogy el van rakva valami más mappába az, ami volt. Tehát például kérdezni tőlem bármilyen időpontot, hogy ez mikor volt, arra egyáltalán nem tudok válaszolni. Nem tudom, meg belőni se tudom, hogy miben mikor majd. Mert hogy így a jelen meg a jövő, valahogy így a múlttal nem foglalkozom. Nagyon sokat. Hát ami így eszembe jut, de ez sem egészen nagyon pontos, vagy őszinte, csak nem pontos, mert ugye most nagyon ebben a feelingben van az ember. Tehát, hogy így az elmúlt öt évben, hogy hogyan... Nem akarok így rögtön panaszkodni, de mégis... Nyomassad mindenki. Tehát, hogy hogyan marginalizálódtál, vagy hogyan csúsztál ki valahogy így a... Mert te magad. Én igen. Róban. Tehát hogy azt kérdezted, hogy mi jut eszedbe? Igen, Mi jut eszembe az elmúlt öt évről? Ez most. De ennek biztos oka van így a választásokhoz is. Tehát azért mondom, hogy ez se annyira nagyon... De azt te úgy érzed, hogy kicsúsztál a szélére? Emberileg? Vagy mint személy is? Szakmailag? Abszolút. Rendezőként? Vezetőként? Igen, a vezetés az nem egy ilyen életprogramom nekem. Tehát én arra azt szoktam mondani, azt akkor csinálja az ember, amikor van egy belső késztetése. Tehát azért, mert egyszer csináltam, és az mondjuk nem sikerült nagyon rosszul, vagy mondjuk... Nem egyszer csináltad. Kétszer csináltam, tényleg. Bárka nemzetvény. Látod? Ennyire nem. Jó, nem a segítek. Hogy... De az nem jelenti azt, hogy akkor innentől kezdve én ezt, tehát, hogy így azt akarod csinálni.
Igen, azt mondtad akkor is, hogy igen. Attól, hogy volt egyszer egy pozíciód, az ember nem töltheti azzal az életét, hogy újra vissza akarja azt szerezni. Valahogy így fogalmaztál. Meg hogy mondjam, engem sokkal több minden érdekel a világban, mint hogy azért nyomuljak, hogy legyen pozíció. Meg nincs szükségem arra, egy pozícióm legyen ahhoz, hogy... Hát ahhoz, hogy rendben legyek magam. Mi kell ahhoz, hogy rendben legyél magaddal? Hát azért így az elmúlt évtizedekben azért úgy nagyjából tehát hogy így kiderült, hogy nem volt ez egy rossz döntés. Mármint ez nem döntés. Mármint mi? Hát az, hogy ezt csinálom, amit csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos összetevő, hogy jól érezd magad annak, hogy valahogy azt gondolt, hogy ott vagy a világban, ahol lenned kell. Uh-huh. Vagy azt kell csinálnod, amit csinálsz. És ennek persze vannak mély pontja, mit tudom, de hogy az alapkérdés, hogy vajon ezt kell-e nekem csinálni, az nem merül fel. Mert ugye erre a válasz az teljesen magától értetődően az, hogy igen. Hogy ezt. Na de hát erre te elég hamar kaptál visszajelzést a szakmától, hogy neked ezt kell csinálni. Igen, meg hogy nagyon hamar ki is találtam. Tehát erre mondom igen. Azt, hogy nem volt rossz döntés, meg így 54 év után. Figyelj, 30 éve csinálom ezt a szakmát. Már több, mint 30 éve. És az, hogy 55 éves leszel, nekem az akkora meglepetés volt, mikor így a számokat megnéztem. Ne haragudj. Ez szarul érint? A szám maga igen. Mert hogy ugyanaz van bennem, amit te mondtál. Igen. Hogy mi van? Igen, ez. Tehát érted, 20-30 éves korodban egy 55 éves ember, az már vénember volt. És közben én egyáltalán nem érzem magam annyinak, amennyivel talán vagy amilyennek éreznek kéne magad ennyi idős koromban. De ugye önmagában nem érdekel, hogy hány éves vagyok, csak annyira abszolút, hogy 55 vagyok. Igen, amikor néha így szembe jön, hogy születési év. Igen, és akkor hány éves vagy? 55. Mi van? Tehát el se hiszed, tehát hogy totál abszolút. Én max. 35 évesnek érzem magam. Tehát, hogy 20 év az így nincsen. Mégis mennyi minden volt. Na, de nem engedem el ezt a marginalizálódást, mert oké, tehát, hogy most szépen kimozogtuk azt, hogy, vagy tad, azt, hogy akkor mégiscsak az a belső visszajelzésed, hogy... Figyelj, nem jó, lehet, hogy rossz, szó ez, hogy marginalizálódás. Akkor értelmezzük, mert különben ez lesz a... Légüres térbe kerültem. De mikor kerültél te ebbe, a nemzeti után? Nem. Akkor nem az úgy hosszan tartott még. Az elmúlt 5 évben. De volt valami, ami után elkérdezted, vagy egyszer csak ott találtad magad? Nem, egyszer csak olyan fura érzés lett az egész. Mm. Jó, én azért elkövettem mindent, hogy így legyen. Tehát, hogy egyrészt ugye én állandóan folyamatosan pofáztam, nagyjából beszóltam a szakmámnak is, tehát, hogy igazándiból olyan nagyon nagy csodálkozni valóm ezen nincsen, hogy igazán úgy nem tartozom sehova. De hogy úgy látszik, hogy az ember, ahogy idősödik, ez jobban fölmerül, mert régebben ezen volt. Se probléma nem volt, se kérdés. Hát sőt, arra mentél, hogy ne kelljen tartozni sehova. Igen, most meg úgy lehet, hogy jó lenne már, vagy jó lett volna úgy tartozni valahova. Vagy jó lenne nem ezt a, mondjuk szépen, tehát ezt a bozolt harcost, mondjuk csúnyán, ezt az udvari bolond hülyét csinál helyzetben lenni. Uh-huh. Hanem, hogy... Tehát, hogy nem azon agyalsz, hogy lesz-e munkád, notabene azon is agyalsz most. Te agyalsz azon? És ez engem nagyon zavar. Most volt a bemutatót pár napja. Igen, zavar. Nem, Szegeden volt. Szegeden volt, Szegeden. És Budaörsre viszlek, ahol rendezel, és majd lesz. Szóval, hogy ezt nem szeretem, hogy ezzel foglalkozom. Hát igen, hogy mert ezzel szeretem. Neked olyan nagyon nem kellett nem. A pályád alatt soha foglalkozni. És akkor mostanában ez felmerül, hogy lesz? Fel. De meddig van meg mondjuk a naptárod? Hát most nagy, figyelj, most nagyon más vagy. Most mész Koreába megint. Igen, de az egy speciális dolog. Hát játszom, ugye nagyon sokat játszom, hál' Istennek azok nagyon sikeresek, de hogy rendezni, egyet fogok jövőre rendezni Budaörsön. Uh-huh. És ez olyan fura. És nem jó. És nincs szorongás, meg nincs hiszti, meg igazándiból, azt kell, hogy mondjam, hogy érzet sem kapcsolódik még hozzá,
Csak tudod, elkezdtél így ezen így agyalni. Hát, így, hogy mondtad ezt most is. Igen, tehát hogy így változnak a dolgok, vagy az életed, és akkor azon egy kicsit ugye elkezdesz agyalni. Csodálkozni nem csodálkozom, hogy miért van így. De jó, nem jó, hogy így van. Mert attól, hogy valamit megértesz, attól még az érzéseid azok lesznek. Tehát, hogy szorongani nem szorongok, hál' Istennek, tehát az, hogy nagyon sokat játszom, az nagyon jó, tehát hogy egzisztenciális problémám sincsen, és nagyon remélem, hogy ez nem is lesz, ha bár nem nagyon lehet tudni, hogy mi lesz. De hogy ez nem olyan jó, mert hogy van nagyon sok, szóval vannak még terveim, vagy hogy úgy szeretnék még úgy előadásokat csinálni, vagy beszélni a világról, vagy ugye régen az mindig úgy volt, hogy eszembe jutott valamiről, és akkor az nagyon rövid időn belül bizonyos helyen az úgy megvalósulhat. Most meg eszembe jut valami, és akkor oké, de hogy... Hol lesz ennek? Hol, meg mikor, meg kivel. És akkor ezután nem lehet, hogy most menni kéne egy kicsit többet utána, mint amit... Lenne lehet, hogy el vagy kényeztetve? De. És menni kéne utána. És te tudsz utána menni? De miért nem? Büszke vagy? Biztos. Meg figyelj, voltam a másik oldalon is. Én a legritkább esetben dolgoztam olyan emberrel, aki szólt, hogy ráér. Miért? Jó kérdés. Dafke? Nem. Akkor? Vagy úgy már nem volt annyira izgalmas? Most nem, kész volt minden. Tehát te akartad megtalálni az igen, embert. Igen. Meg én akartam irányítás. Meghatározni. A saját sorsom irányítással finomabban fogalmazni. Legyen így, ne haragudj, ki ne szállj. Bezárom. Bekapcsoltam a gyerekzárat, biztos, ami biztos. De ez most olyan hülyeség, hogy ebbe egy belecsaptunk belé, nem is kell erről ennyit beszélni, meg majd mindenki azt mondja, hogy mi az Úristen panaszkodik. Jó, majd mindjárt kikanyarodunk belőle, csak most... Tényleg nem, ha már ezt így felhoztad, hát most ezt te kérdezted. De tényleg nincs. Én azt kérdeztem, hogy mi történt az elmúlt... És ez jutott eszébe. Jó, én tehetek róla, ne haragudj. Persze. Hát, hogy közben egyáltalán nem panaszképpen mondom, hanem csak lehet, hogy így át kell... Nem, igazán, mert ugye ez nem rajta, tehát az én szakmámban az nem rajtam múlik, hogy van-e melód, vagy mit csinálsz. Az is egy fura cucc. Nem, de azért közben nagyon egyre inkább azon múlik, hogy mennyire tudod megteremteni magadnak a lehetőséget, mert hiszen a mozgástér azért szűkülget. De hogy teremtsem meg a ezt mindig mondják nekem, hogy teremtsem. Hát, ne, ez most nem ilyen ezó szinten gondolom, hogy kimondod konkrét, az univerzumban, és majd lejön. Konkrétan kérdezem, hogy teremtsél magad? Hát például, hogy nem tudom. Hát ez az. Hogy, emberekkel a szakmádban beszélgetsz, és így elejtett, hogy szeret, hogy van egy tök jó víziót. Én beszélgetek a szakmámon. És nem hallgat, nem hallanak meg? De én nem beszélek arról, hogy nekem milyen vízióm van, mert én ki nem állattam azokat az embereket, akikkel találkoztam, beszélgettünk bármiről, és akkor egyszer csak arról kezdtek el beszélni, hogy neki milyen víziója és ötlete van. Hát szerintem az borzalmas. De hát most mit csináljon szerencsétlen az ötletével? Átengedem ezt a családot, jó, nehogy itt bajuk legyen. De mit csináljon az ötletével, és kinek mondja, ha nem mondjuk olyannak, aki döntési helyzetben van. Érted? Értem. Tehát, hogy szerintem ez teljesen oké, hogy az ember... Nem te vagy az első, aki ezt mondja nekem mostanában. Tényleg? Igen. Ki mondja ezt még? Van egy nagyon jó barátom, nagyon sokat mászkáltunk most leföl, már együtt dolgoztunk Szegeden, és ő is ezt mondta nekem. De! Nem le... Tehát ne hülyéskedj, én ezt nem látom, mert lehet, hogy ez izé. Mizé? Ez ilyen, hogy hívják ezt? Ez ilyen... Mit mondtál ezzel a büszkeség? Büszkeség, Dafke. De Dafke biztos irányítás, nem. Az irányítás. Nem, büszke, ez lehet, hogy büszkeség. Aha. Nem egyenlő a helyzet. Mivel nem egyenlő? Vagy hogy érted ezt? Úgy, hogyha te bejelentkezel valahol. Aha. Nem egyenlő a helyzet. És az nem szeret alulról indítani. Nem. Hogy az egyenrangú. Egyenrangúként szeretem. Egyenrangú. De és ezt, ha jól értem, akkor, amikor a te kezedben van a döntés, akkor is az egyenrangúságot preferáltad. Abszolút. Tehát nem szeretted azt se, ha te aláad mentek. Nem. Sőt, én mindig azt mondtam, hogy én megpróbáltam magam fölé hívni. Uh-huh. Rendezőken. Például. Szerintem az nagyon fontos. És ezt hogy csináltad? Hogy magam fölé? Hát, hogy azt gondoltam, hogy jobbak, mint én. Aha.
Szerintem az nagyon fontos. Jó, mondjuk az ember elmegy, tudom, hogy a Friderikusznál láttalak legutóbb a podcastban, tudom én, 21. szeptemberében, és hogy nagyon élveztem a beszélgetést, tényleg imádtam a csörteiteket, meg mindent. De hogy ott mondtad, hogy nem mondod ki a nemzeti nevét? Nem. Mindig? Nem, miért mondjam ki? Mert az egy intézmény. Állami vállalat van. Jó, hát még mindig az. De jó, hát ez, ebben jó, biztos van egy ilyen kis... De, hogy ez póz, vagy tényleges érzelem, fájdalom? Olyan sok idő eltelt már csak azért. Én nekem nincs vele bajom. Tehát én nekem csodálatos emlékeim vannak róla, de biztos van szorongá, vagy van rossz érzés. Miért ne lenne? Miért ne lenne? Jó, persze, meg hát az egy... Akkor... De biztos póz is ez, hogy nem mondom ki a nevét egyébként. Tudom, mint Voldemort. Jó, Istenem, ez melyik is? A Harry Potter. Potter. A tudjuk ki, akinek a nevét nem mondja. Jaj, ez már, varázsló. Milyen minden, látod, ennyire öreg vagy, ez a párbeszéd. Vagyok. Azt mondtam, hogy vagy. Ha ennyire öreg vagy, látod? Vagyok. Semmi baj, magamra vettem. Ez a párbeszéd, ez is lezajlott 2 hete. Ne. De. Igen, ez is lezajlott. Na, tess, nem tudok neked újat mondani. Valaki már, minden, amit mondok, már valaki elmondta. Dehogy is, ennyi vagyok. Mondtam. Na, tudom, hogy nem. Na, de hogy csak azért jutott eszembe egyébként az nemzeti, mert hogy a fölét hívni meg, hogy az, hogy szeret, ha jól értem, akkor azért te bírod azt a helyzetet, amikor nálad okosabbakkal. Jaj, nagyon. Nálad akár tehetségesebbekkel, vagy nálad nagyobbakkal. Nagyon. Na most egy ilyen nemzeti helyzet, az pont ez volt. Tehát ott muszáj volt abból dolgozni, hogy ott azért olyan, hogy Töröcsik Marik voltak ott. Hát persze, minden, érted? Tehát, hogy már mindenki mások. Persze. És olyanokat hívtál. De attól te mindig több leszel. Hát ezzel egyetértek. Attól te mindig több leszel, és attól te olyan dolgokat tudsz megcsinálni, vagy meglépni, vagy jutsz el saját magadba, a saját életedbe oda, ahol, amit nem is gondoltál volna. Fönt van egy 1995-ös felvétel, Studio 95 című tévéműsor, a Tristan és Izolda rendezés. Csodálat. Egy műsort szenteltek Anna, neked, Káli Dartunak és Murányi Tündének. Ez volt az elsőre. Fenn van, nézd meg. Csodálat. 95-ös Alföldi Róbert. Csodálat. Igen. És egy ilyen nagyon friss arcú, nagyon-nagyon, hát akkor te mennyi voltál? 20... 30. 90. 95-ből 67, ez mennyi? 28 éves voltál. Nem voltam még 30? Nem voltál még 30, és már rendeztél a Vígben, vagy hát Pesti Színházban. Igen. Marton, azért Marton Lászlón mindenféle probléma volt vele így az elmúlt időszakban, és Isten nyugtassa, és egyáltalán nem akarok állásfoglalni abban az ügyben, és ezt még én elítélem. De közben például az olyan nem jó, hogy ilyenkor nem lehet azt elmondani, hogy el lehet mondani, hát most hogy elfelejtődik, hogy én például neki köszönhetem azt, hogy rendezhettem. Hát ez ezért nehéz helyzet, mert nagyon sokan köszönhetnek neki nagyon sok minden szakmailag. Igen, de szerintem a kettő megfér egymás mellett. Tehát ha valaki nagyon nagyot hibázik, és valaki többször nagyon nagyot hibázik, és nagyon mélyen elítélendő dolgot csinál, ahhoz úgy kell viszonyulni. De az nem írja felül azt, hogy mondjuk az én életemben ő mennyire nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy egyáltalán valaha rendezhettem. Igen, ezt én azt látom amúgy a Marton gyerekeknél, hogy, vagy azoknál, akik a Martonhoz kötöttek, vagy akár bárkihez, akit az elmúlt időszak, mondjuk a MeToo korszak óta, akikről kiderültek dolgok, amelyek rettenetesek, hogy mindenkinek ez egy nagyon intim saját harc, hogy hova teszed, hogy önmagadban mit ír felül, meg mit nem ír felül. Hogy eljutsz-e odáig, hogy mondjuk egy műsorban azt mondod, hogy de nálam ez nem írja felül. Valakinél fölülírja, és valakinél nem. Érted? Tehát, hogy ez azt nem írja felül, ami közös életünket. Azt fölülírja, hogy mélyen megvetem azt, amit ő csinált. És mélyen elítélem. És nagyon... De olyan rossz, hiszen meghalt annyira borzasztó. Igen. És olyan nem jó, hogy nem tudta azt. Sztori minden nagyon, szempontból. Nem tudta mindenki azt mondani, szempont. Hogy bocsánat. Tehát, hogy ő egy olyan ember volt, akiről az ember az... Tehát én azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, bocsánat. Mm. És valahogy olyan későn mondta. Nem jó történet. Egyáltalán nem jó történet, ez sem. Te kitől kértél utájára bocsánatot? A Szegedi Társulattól egy hete. A bemutató előtt.
Igen. Mert rettenetesen viselkedtél. Rettenetesen viselkedtél. Mit csináltál? Üvöltöztél? Üvöltöztem, nagyon csúnyán. Önmagadból kikelve? Önmagamból kikelve. Üvöltöztem, és nagyon csúnyánkat mondtam kollégáknak. És elfogadták a bocsánatkérést? Szerintem igen. Ugye ez nagyon érdekes, mert ugye a MeToo korszak nagyon sok mindent felhozott, például azt is, hogy hol van a határa művészileg fontos, rendezőként például, hogy üvöltözni és kiabálni és kihozni a színészetből azt az állatot, vagy azt a primer érzést, amit ki akarsz hozni, amit látni akarsz. Hogy meddig mész el az eszköztáradban? Máshogy van ez most benned? Amióta ezek a történetek... Nem. Én nem gondolom, hogy átléptem a határt. Uh-huh. Lehet, hogy van, aki erről más gondol. Én nem gondolom azt, hogy átléptem a határt, és ami nagyon fontos, hogy amikor átlépem a... Ha véletlen átléptem a határt, én úgy éreztem, hogy valami nem... Valami sok volt, akkor nekem az fontos, hogy én azt helyre tudjam rakni. Mármint, hogy egy bocsánat, hogy ezt tudjam mondani, bocsánat. És a másik meg, ami is, hogy én ezt nem viszem, tehát én kettő után ezt sosem viszem tovább. Ugye kettő után. Tehát ugye a leg... Kettőig tart a próba. Ja, bocsánat. Tisztel kettőig van a próba. Ja, okay. És lehetünk a legdurvább és a legszenvedélyesebb és a legvégletesebb konfliktusban. Én 2:10 odaülök melléd ebédelni. Uh-huh. És nem ülnek el mellőled. És nem ülnek el mellőlem. Azért jutott eszembe az előbb a Trisztán és Izolda kapcsán, az első rendezésed kapcsán az a bizonyos Studio 95 interjú, mert az önbecsülésről és az önértékelésről, meg önbizalomról beszélgettünk, és az volt a benyomásom, hogy ott ültél tényleg 28 évesen, és a világ legtermészetesebb dolga volt neked az, hogy 6 éve vagy a pályán, és te Trisztán és Izoldát rendezel a Víg Színházban. És ez neked... Egy kétség sem fért hozzá. És azt hiszem Péter Fiudit volt egyébként a riporter, és mondtad, hogy te rendkívül pofátlanul nyúltál hozzá a szöveghez, átirogattál benne. De minden, figyelj, de valamit vagy csinálsz, vagy nem csinálsz. Hát olyan, én azt nem tudom azt, hogy van-e olyan helyzet, hogy elkezdem csinálni, de jaj, nem tudom, hogy én ezt csinálhatom-e, méltó vagyok-e rá. Hát én ezt nem, tehát vagy igen, vagy nem. Jól van, de olyan se volt, hogy elég jó vagyok-e hozzá? Benned? Nem. Jó van, hát... Az, okay. Hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy meg tudjam csinálni az előadást, az nem volt benne. De az, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy ezt, amit most konkrétan csinálok, ezt meg tudom-e úgy csinálni, hogy én szeretném, az természetesen volt. Mm. De szerintem a két dolog nem ugyanaz. Nem, valóban nem. Arra voltam kíváncsi, hogy felmerül-e... Felmerült-e a kétség, hogy nekem ilyen, hogy ezt csinálnom kell? Hát vagy hogy te benned ez, hogy mondjuk nem feltétlenül most a 95-ös első rendezésed kapcsán, hogy bármikor, de, vagy hol merül fel? De benned felmerül, hogy ezt miért csinálod? Hát az, hogy ezt miért csinálom, az nem merül fel. Hát, az, hogy képes vagyok-e rá, vagy jó, elég... A nem, az, hogy képes vagyok-e, az nem. De az, hát hogy de, elég jó vagyok-e, az igen. Minden de az alkalommal. Egy más dolog. Hát erről de az egy teljesen más dolog. Oké, tehát akkor az... Hogy elég jó vagyok-e éppen az adott munkában, pillanatban, feladatban. Hát igen. Persze, hogy felmerül. Na jó van. De az, hogy egyáltalán ezt kellett csinálni, az nem merül. De nem is úgy kérdeztem. Amikor ezt az állami vállalatot megnyertük, akkor így... Igen. Ugye akkor nagyon sok interjút adtam, és akkor így megkérdezte valaki, hogy is... És hogy nem a teher, és hogy milyen érzés, és én azt mondtam neki, hogy teljesen természetes. De ez nem, figyelj, de szerintem ez nem nagy képűség, bármi hülye hangzik. Tehát érted, hagyjuk az állami vállalatot. Vagy nem. Hanem, érted, te vállalsz egy feladatot. Tehát te mondasz valamire igent, és hogyha igent mondtál, akkor már minek? Akkor minek riszálni? Akkor megpróbál. Vagy igen, vagy nem. Igen, megpróbál, igen. És tök van olyan, hogy mindent megpróbáltál, és nem sikerül. De amikor már igent mondtál, és eldöntötted, hogy oké, akkor minek risszálni? Kinek? Miért?
mert ez az elvárás, mert hogy... Mert van a szerénységnek egy kultusza Magyarországon. Figyelj, én szerintem nagyon szerény vagyok. Bármi ilyen hangzik, én szerintem tökre nem vagyok szerénytelen. Uh-huh. Egyáltalán gondolom magam szerénytelennek. Jó, csak azt sokan össze... Tisztában vagyok az értékeimmel, de nem vagyok. Jó, de az nem... Bordasztó, miket hozol ki bennem? Szörnyű, szörnyű lesz az az egész, hogy már most a földi, miket beszél de magáról. Érdekel téged az, hogy mit fognak gondolni? Na már megint milyen kérdés. Hát, úgy igazándiból a legmélyén nem. Akkor meg... De közben meg igen. Tehát ez mégiscsak arról szól, hogy, hogy megnézik, majd reméljük sokan, és akkor... Hát látod, lehet, hogy ez is így az életkor, így annyira össze van ezzel, nem összezavarodva, hanem hogy így... Hogy van, hogy ezek így elengedődnek, uh-huh. Az, amit fognak szólni, vagy mit fognak gondolni. De nem úgy, mint mondjuk 15 év, vagy ha-ha, tehát, hogy akkor abból lesz egy... helyzet, vagy hogy van benne valami furcsa anarchizmus, vagy ilyen nagy képűség. Nem így engeded el, hanem hogy tényleg, vagy nem. Hát meg, hogy nem vagy ráhatással. Ez is egy olyan, hogy ha azt mondod, hogy igen, akkor ide ülök melléd ebbe az autóba, és akkor válaszolok a kérdésekre, akkor most ez van most, amit én mondok, az majd kivált valamit másokból. Persze. Ez is egyfajta riszállás, hogy most akkor csak nehogy. Igen, hát ugye elkezdesz óvatosan fogalmazni. Csak nehogy, tehát mondjuk megpróbálsz a lehető legnagyobb szimpatiára lőni. Mert az olyan fárasztó, Krisztán. Hát ez nagy. Az, hogy igen. Ezt én úgy hívom, ez a résenlevés kultusza. Aha. Tehát ha megnézed, ma nagyon kevés olyan helyzetbe keveredsz az életedben, a munkádban, vagy a kommunikációdban, amikor valóságosan vannak egy szituációban jelen az emberek. De mindenki résen van. Tehát, hogy mit mondok, az vajon mit jelenthet? Ki hallja, milyen hangsúllyal mondom? Kinek fogja továbbadni? Tehát, hogy mindenki résen van. Tehát nagyon kevésszer tudsz úgy lenni, hogy úgy, és persze mindig mindenkinek megy a saját filmje a saját fejében, az nagyon ritka az ember életében, amikor megszűnik a saját filmed. Az szerelmeknél szokott lenni, de akkor is nagyon rövid ideig. De hogy amikor úgy hitelesen van ott a másik, és hogy nem azt, tehát nem önmagával foglalkozik, és önmagát próbálja a kapcsolati network, anyám kínja milyen hálóba behelyezni az adott pillanatban, hanem hogy rád figyel. Az nagyon ritka manapság. Az nagyon-nagyon ritka. Mert valahogy mindenki... És ez nem csak ilyen izé, hogy mit fognak... Nem is tudom. Tehát, hogy valahogy így a társadalomba lett ezt, függetlenül most mindentől politikától nem erről beszélek, hanem hogy az alapvető kommunikációban, vagy alapvető létezésünkben lett ez egy ilyen dolog. De ez mondjuk az ingergazdagság is hozzá. Tehát ehhez az hogy annyi inger ér minket, igen, mint eddig soha. Igen. Mint eddig egyik generációt sem, vagy egyik korszakában, igen, sem a virágnak. És például van egy kutatás, hogy 2015-ben az embereknek a figyelme meddig tart ki? Szerinted hány másodpercig, vagy hány percig, vagy nem tudom. Tehát meddig tudnak ugyanarra a dologra figyelni, szerinted. 2015-ben volt erre. 15 percig? Másodpercben mérhető. Másodpercben, amíg bevonódnak tényleg. És akkor egyébként mit csinál? Hát elkezd, bejön a saját mozia, a másik mozia, aki tudja kinek, a 8,5 másodperc. 8,5 másodpercig bírnak koncentrálni az emberek? Igen. Akkor a színészek csodálatosak, mi bajom van nekem velük? Hát, az aranyhal tudod, meddig tud? Az 2. 9 másodpercig. Tehát az aranyhal hosszabban bír koncentrálni, mint mi emberek? És 15 évvel ezelőtt is, azelőtt is megmérték, és ott még 20 másodperc volt. De ez hogy mérik?
Hát figyelj, én most ez egy kutatás volt, utána lehet keresni, el fogom neked. Tehát, hogy 8 másodpercenként ér egy olyan inger, amitől ami elvonja, ami a tökéletes bevonódásodat már veszélyezteti, és a legtöbben nem is tudnak tovább tökéletesen bevonódni. Na most, ez azért nagyon sok mindent felvett. Azt a rohadt élet. Igen. És ez annak kapcsán is jutott eszembe, hogy én legutóbb téged a Centrában láttalak a Networkben. Igen. Amivel nagyon sok mindent, amivel kapcsolatban nagyon sok mindent éreztem. Én ugye az egy televíziós helyzetbe, vagy televíziós keretbe van. A televíziót használja, ugye megutassa a manipuláció. Igen, de hogy nem, de ugye ugyanaz, tehát hogy iszonyatosan aktuális. Ahogy te sem, mert ezt olvastam, én se gondolom, hogy Howard Beale, a tévében mondó, aki körül ugye ez forog, és akit te játszol, ő nem áldozat. Nem, én sem gondolom áldozatnak, egyáltalán nem. Csak azért sem, mert sokáig kussol. Hát így van. Még jön a pénz és a nézettség. De még megyek egy picit, mert ki akarom beszélni ezt a témát. Tehát én azt gondolom erről, hogy a Howard Beale is az a típusú ember, aki amíg mindene megvan, vagy amíg nincs bajban, addig nagyon el van a rendszerrel. Igen. És akkor lesz bátor, mikor kirúgják. Vagy akkor kezdve járni. Hát vagy amikor ki akar, igen, amikor kirúgják. Amikor ki akarják rúgni, amikor igen. Megszűnik a biztonság. Akkor hirtelen minden nap. Akkor az igazság bajnoka lesz. Így van. És ez nagyon sokat elárul a közönségről is. Hogy? Ugyanaz az ember, aki addig a rendszer kiszolgálója volt, egy pillanat alatt válhat a legnagyobb igazság bajnokává és forradalmára. Persze. És fordítva. És fordítva. Tehát ez az, hogy... De szerintem ez is nagyon ismerős, de biztos erről is beszélsz. Tehát az, hogy alkalmazkodni, vagy megtalálni a saját utunkat, ahol legjobban tudjuk sütögetni a pecsenyénket, az nagyon sokszor mindenféle elvet felülír. Hát hiszen ebben él. Hát nézzünk körül. Akár hát, a mai televíziókban, vagy médiában is. Hát de az én szakmámban. Vagy a te szakmádban is, igen. Tehát tök minden elvet felülír. Én meg van, igen. És a Howard Beale ilyen pehére túltolja. Szerintem. Ez nagyon mai. Igen. De hát... És annyival könnyebb hinni, mint gondolkodni. Nem? De én ezt az egész elmebajt, bocsánat mindenkitől, aki boldog azért, mert hogy afelé megy ez az ország, amelyre felé megy, én nem tartozom ezek közé. Én azt gondolom, hogy ez azért lehet megcsinálni, mert van egy végtelen nagy bizonytalanság az emberekben, és megint oda jutunk a saját önazonosságukkal kapcsolatban. Mert igazándiból szerintem azzal az elmúlt 30 éve volt a rendszerváltás? 89, hát még nem egészen 30 éve, de nem. De. Hát 30, de, már 30 pár éve, igen. Hogy egyáltalán nem foglalkozott senki, és semmelyik politikai erő ennek a dolognak a lelki részével. Hogy... És persze az a generáció már nagyon idős, már lehet, hogy meg is halt, de azért ott volt egy generáció, nem is egy-kettő, akinek az élet egyik pillanatról a másikra oly módon változott meg, hogy minden, ami addig jó volt, az nagyon rossz lett, és minden, ami rossz volt, az hirtelen nagyon jó lett. Tehát, hogy olyan sokkos dolgok érték az embereket, amivel senki nem foglalkozott, nem is beszéltünk róla. Nota bene, én meg vagyok arról győződve, hogy a demokrácia az nem egy olyan dolog, amit ha tehát azt tudod, ha a születésedtől fogva. Én azt gondolom, hogy ezt tanulni kell. Senki nem tanította nekünk a demokráciát. Senki nem foglalkozott azzal, hogy érted 89-től a minden egyes tanév, vagy minden egyes, hogy hívják, tanterv, az azzal kezdődjön, hogy mi az, hogy demokrácia. És szerintem tök ennek isszuk a levét, hiszen azok a beidegződések működnek, amik az átkosban működtek, azokat a szlogeneket hallod, azt a hatásmechanizmust látod, azt az atyai boldogságot látod azáltal, hogy van egy ember, aki lassan
tehát aki mindent megold, aki a legerősebb és a legbátrabb, és aki mindentől megvéd minket. Teljes mértékben azok a beidegződések működnek, mert ez az ember, ez egy nagyon okos ember, és pontosan tudja, mire kell, mit mire kell használni. Tehát én és nem véletlen szerintem az sem, hogy ennyire nagyon, hogy mondjam ezt, hogy pontos legyen, tehát, hogy ennyire zavarodott a lelkünk társadalmilag. Nem egyénileg, társadalmilag. Mert érted, itt van ez a borzalom, ez a háború. És én egész egyszer nem értem azt, hogy az alapvető megrendültség, amikor halottakat látok, és gyerekhullákat, és tömegsírokat látok, hogy az az alapvető emberi megrendültség, az annál fontosabb lesz az, hogy okoskodik, hogy ki tehet róla. Miközben, érted, bármiről lehet beszélni, hogy bármiről lehet beszélni, bárki lehet hibás, ha vége van a háborúnak. De hogy igen, mert hogy van egy emberi minimum, amiről azt gondoljuk, hogy az van. Hogy az van, és azt gondolod, hogy az mindenkinek van. Igen, és kiderül, hogy nem. 89-99-es, tehát abban az időszakban ugye egy nagyon fontos dolgot vesztett el a magyar társadalom, a biztonságérzet. Persze. És ugye ami biztonságos, az nem biztos, hogy jó neked. Tehát én most nem azt mondom, hogy az úgynevezett átkosban az jó volt, hanem azt mondom, hogy az egy biztonságérzetet, igen, adott. És senki nem foglalkozott ezzel a helyzettel. És a biztonságérzet elvesztése, és ennek a romjai fölött épült valami más, ami aztán végül visszakanyarodott. Ugyanoda. Egy nagyon hasonló berendezkedésben. Nagyon hasonló berendezkedés. És akkor, igen, most újra biztonság van. Igen. Érted? Vagyis azt gondolja, hogy biztonság van. Igen. Ez a helyzet, ez ugye megint ugyanabba a létezésbe rakja az embereket, hogy el sincs várva, hogy ő döntsön. Meg van mondva, hogy más dönt helyette, és akkor rögtön nem fog szorongani, hogy felelősséget kell vállalni a bármiért. Igen. Mint ahogy valami jellemző erre az országra, nagyban és kicsiben, az, hogy a felelősség, az szinte nem létezik. Az nem létezik. Tehát nem létezik a burkoló, aki rossz helyre rakja a fekete csempét, mert elkezd arról beszélni, hogy te azt kérted, vagy hogy az úgy van jól. Most nem a burkolókat akarom bántani. Ne is. Nagyon nagy kincs, tudom. Félrejtés, ne essék. De hogy nincs fel, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, hogy ezt elcsesztem, kijavítom, bocsánat. Jó, de akkor nagyon messze vissza kell tenni, mert már az iskola, már iskoláskorunkban, gyerekkorunkban nem tanítanak meg minket hibázni. Hogy az oké, hogy hibázol, és azt mondod, hogy ezt elcsesztem, bocsánat. Hát én ilyen iskolába jártam. Én ilyen oviba is jártam. Jó. Hogy nem megalázás volt meg izé, hanem jó, megdugulás. De érted, de ez esetleges, hogy nem azért nem feltétlenül csak megalázás volt, csak egyszerűen azért nagyon sok gyerekben látom azt, nagyon sok iskolában látom azt, nagyon sok óvodában van, nagyon sok családban, hogy nem lehet hibázni. Hogy nem lehet hibázni. Kinek volt ekkora igazságérzete a te családodban, vagy kinek van? Vagy hát, ki ilyen szó kimondaná, de hülye szó ez, szóval ilyen, tudod, aki így képviseli magát? Apai ágon mindenki. Hát igen. A népművelő. Jó, de ebben nagyon erősen benne van a Szentesi Hollátnai Gimnázium. Igen. Amit viszont te kerestél meg magadnak. Igen. Tehát ebben az igazságérzetben, meg a dumálásban, meg a kiállásban, meg abban nagyon benne vannak a tanáraim, a gimnáziumi tanáraim. Olyan érdekes amúgy, hogy te sorsodban az, hogy te hogyan éreztél rá erre az útra, meg hogy mitől? Tehát, hogy papíron ennek semmi esélye nem volt. Tehát, hogy te annyira ugye az a kvázi balkézről született gyerekként, a apukáddal nem is volt kapcsolatod, aki szintén a Fidelikusznál mondtad el, hogy ő akar színész lenni. Hogy ott valahogy gondolom, ott helyre kaptam. Genetikában van, lehet valami. Igen. Genetikában lehet valami. Hát biztosan. Mert hogy anyukád nem ez a vonal. Nem. A felesége tudja, érted, ezek, nem tudom, hogy egyébként ezekre lehet-e bármikor is válaszolni. Tehát érted, hogyha normális körülmények, értsd jól, normális körülmények között növök fel, akkor lehet, hogy nincs ez a... Hát
ez a güzűség. Egyébként ez nekem eszembe jutott, hogy most gondolkoztam rajtad, hogy mielőtt találkoztunk, hogy milyen életprogramot kap valaki. Hát ezt kapja, hogy bizonyítsa létezését. Aki, igen. Igen, egyszer. Igen. Igen, egyszer, hát persze. Hogy lett volna-e ez az alföldi Robertség úgy, ahogy mi ma ismerjük. Hogyha te nem úgy születsz, nem oda születsz, megkapod azt... Minden arról szól, hogy én, ha van, nekem itt dolgom van, én vagyok. Én vagyok, figyeljetek ide rám, és szeressetek, mert én itt vagyok. Igen. Hát jó, ugye minden kutatás azt mondja, hogy iszonyatos sok minden eldől az anyanében. Igen. Tehát, hogy még mielőtt kijöntünk a nagyvilágra. Azt, hogy valakit akartak-e? Igen. Már az is számít. Minden. Tehát, hogy olyan befolyásoltsággal vannak azok a szerencsétlen növekvő magzatok, hogy az őrületes. Persze, ez nem egy világos, hát az egész életem arról szólt, hogy ugye a létezésemet igazoljam. Mm. Hogy én miért vagyok. Na de jól sikerült ez azért, nem? Hát biztos, mert én nem tudom. Meg. Hát mit szól hozzád, apád, akkor, amikor 28 évesen találkoztatok? Hát apám büszke, mindenki büszke, de olyan normálisan büszkék, tehát hogy nincs ebből egy ilyen hype-olást csinálva, meg anyámnál sem. Tehát azért én mégiscsak gyerekük vagyok, vagy nem tudom micsoda. Na persze, szerintem sokkal jobban mutatják a büszkeséget, vagy nem tudom mit, ha én nem vagyok ott. De ez klasszikus. Hát szülői viselkedés, hát, igen, ez sokan is. Hát érted, hazamész ebédelni, akkor miért arról, de ez büszke normális. Büszke vagyok rád, fiam. Igen, tehát úgy nem lehet úgy ebédelni. Ez csak a filmekben van. Igen, tehát az nem lehet. Hogy... Szeretnék egy kis beszédet mondani. Igen, nem lehet úgy ebédelni, hogy arról szól, hogy úristen, haza jött a Robi. Tehát, hogy az, mennyire abszolút helyzet lenne már. Mennyit jársz haza? Nagyon kevesen. Azóta is? Igen. Csak azért, mert látok egy ilyen gyökerek felé fordulást most azért az utóbbi éve, ha már az utóbbi évekről kezdtünk beszélni az elején. Gyökerek fordul? Ez hogy érted? Hogy pár éve volt nálunk a Csak neked mondom című műsorban, szintén VMN-es produkció, a Barnával, Bányai Kelemen Barnával beszélgettetek. Igen. A katonával, és ott mondtad, hogy lombfűrésszel vágtad el a gyökereidet. Igen. Annak idején. Akartam. Akartad elvágni, és hogy aztán mostanában valahogy én mégis az utóbbi években érzem azt, hogy mégiscsak elkezdtél többet foglalkozni. Jó esetben az életkor na. Az segít abban, hogy az ember minél teljesebben elfogadja saját magát. Jó esetben. És esetedben? Ez így van. És aztán ettől minden, amit az ember kap, vagy amivel elindul azt a csomagot, azt is el kell fogadni. Ha vannak pró és kontra, vannak szép részei, vagy vannak nem annyira szép részei. Biztos ezért érzed ezt, hogy béke van bennem az ügyben. Igen, ez jó szó. Igen, ezt érzem, hogy béke, tényleg, nagyobb béke van, mint régen. Nagyobb, sokkal nagyobb. Így van, sokkal nagyobb. Sokkal nagyobb. Akkor nem csak az őszhaj történt 5 évvel. Nem, tehát hogy, hát érted, ha ez jól alakul aránylag, ez az idősödés, vagy az életed, akkor szerintem azért ez egy majdnem magától értetődő folyamat. Hogy amit mondtál az előbb, hogy vezetőként az ember tisztában van a hibáival is, vagy az a jó, hogy az ember lassan tisztában lesz mindennel. Ez valahogy így van az életben is. Hát irgalmasabb vagy magaddal. Megengeded magadnak a múltadat, megengeded magadnak azt, hogy fájjon. Hogy fáj. Hogy szeresd azt is, ahogy fáj. És hogy megengeded magadnak azt is, hogy nem értékeled. Pró. Tehát nem azt mondasz, hogy jó vagy rossz, aha, vagy jobb lett volna, vagy nem lett volna jobb, hanem azt mondod, hogy így volt. Ez van. Ez van. És hülyeség is, hogy az ember elkezd, fiatal, vagy nem tudom mikor, az ember elkezd, hogy bezzek, ha olyan izéből jöttem volna, vagy, tehát ez annyira, így utólag olyan butaság egyébként. Hát igen. Olyan butaság, hogy megpróbálod. Nem annyira hatékony. Nem annyira hatékony, igen. Nem annyira hatékony. Az jó szó. Tényleg ez a 95-ös stúdió, az annyira mélyen hatott rám az a... Meg fogom nézni. Nézd meg, hosszú hajad van. Nincsenek ráncaid. Feltette a kérdést neked a riporter, hogy
nem emlékszem, hogy hogyan tette föl, de az volt a lényeg, hogy hogyan lehet felkészülni erre a szakmára. És mit válaszoltam? Azt, hogy amire fel kell készülni, az a magány. Há, milyen pontos. Csak pontos. Hogy egyedül vagy. Csak pontos. Abszolút pontos. Ezt azóta is érted. Abszolút így van. És ennek majdnem megmerem kockáztatni, még igazán ahhoz sincs köze, hogy élsz-e valakivel, vagy sem. Biztos, hogy sokkal jobb, ha élsz valakivel. De hogy ennek furán van egy ilyen magányosság ennek a szakmának. Miközben akkor működik igazán jól, ha észreszedő kölcsönhatások tudnak működni a színpadon, vagy a színpadnéződér között. De közben mégiscsak van egy magányosság. Ezt mondtam 28. Képzeld el! Na, akkor is látod. Hát nekem nem ez jutott most eszembe, vagy már akkor is. Mi jutott eszembe? Hát, hogy baszki, legalább 20... nem szabad csinálni beszélni. Hát 28 évesen nem kellett volna énekkel foglalkozni. Fura, hogy ez így megvolt már akkor. Hogy biztos szenvedően mondtam ezt. Kicsit. Álljunk be hátra a parkolóba? Próbáljuk, aha, hát ha van hely. Aha. Nem szenvedően, nem... Sajnálkozóan. Elgondolkozóan, és egy kicsit szomorúan. Szomorúan, igen. Szomorúan. Most már talán nincs olyan nagy szomorúság ez egyben. Elfogadás van. De pont erről beszéltünk az önök. Igen. Valami helyét lesz. Igen, ez van. Hát nagyon köszönöm. Hát én is. Meg ide bekísérlek. Ez nagyon jó kis hely lett ám. Nagyon jó színes. Nem a Szemeri dolgozom, de tényleg. És miben dolgozol itt? Most? Játszol most majd, is? Vagy nem játszom, rendezni fogok majd decemberi bemutató egy vadi új darab, egy Varsány Jana nevű szegedi lány, érta? Uh-huh. És egy ilyen kortárs látható. De megy itt több mindenem. Itt vagy a Székely Csaba, az Öröm és Boldogság. Érzékenyítő előadást szántunk, és akkor elítettük. Ez egy meleg témájú. Igen, meleg a kertében. Igen. És akkor a... Annak a prológusa az zseniális. Igen, azt találtuk, hogy akkor eljöjjük a középiskolásokat, és akkor a főpróba estére elhívtuk a tanárokat, hogy előbb nézzék meg, és akkor aznap reggel szavazták meg. Akkor, amikor... Aznap! Aznap! Hello! Hello! Na, menj ilyen! Itt van. Tessék, igen, biztos kérem a tár, hogy itt jövünk. Jó napot! Jó napot! És mit voltak a diákok az érzékenyítéshez? Hát te nem tudtak már jönni, mert pedofil törvény. Ja, mert nem lehetett már nem lehetett jönni. Nekik. Ja, jó van. Hát, mert buzik lesznek, ha megnézünk. Jaj, csak nehogy. Hát dehogy nem. De kár. De most majdnem befejeztem ezt a beszélgetést, most így akkor befejezni? Persze. Köszönöm. Persze. Generációk óta milyen túlélési minták, milyen kommunikációs minták, milyen viszony a tanuláshoz, a munkához, a pénzhez, egymáshoz, a nőkhöz, 10 éves korra, a szegregátumokban már nincs tehetséges gyerek. Volt, hogy féltél? Féltetted mondjuk konkrétan magadat? Igen, természetesen, igen. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a BMN YouTube csatornájához.